250 millió forintos támogatásból indult el ma önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Abonyban. A város 2019-ben fogalmazta meg a Szeretlek Abony programot, majd 2020-ban a gazdasági programjává emelte. Célja a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi munkalehetőségek bővítése, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak magas színvonalú ellátása, modern kisvárosi környezet építése és a városi funkciót erősítő szolgáltatások bővítése. Egy célrendszerbe hat a mai projektnyitó rendezvényünk is, melynek kapcsán e célokból az alábbiak valósulhatnak meg. Gazdasági programunk második fejezetének második pontja. Az óvodai ellátás intézményi szakmai hátterének fejlesztése, óvodai épületek szükségszerű felújítása, valamint komplex energetikai fejlesztése, megújuló energiahordozók alkalmazásával, elektromos és fűtési rendszerének korszerűsítése. Célként megjelölve a gazdasági program végéig az óvodai épületek biztonságos működtetése, működési költségeinek csökkentése. 6. pont. A Varga István Városi Sportcsarnok épületének komplex energetikai fejlesztése, működési költségeinek csökkentése, műfüves pálya felújítása. Célként megjelölve a gazdasági program végéig a működési költségek csökkentése, a kihasználtság növelése. Ha az elmúlt hetek projekt megnyitóira, illetve projekt átadó rendezvényeire gondolunk, akkor elmondhatjuk, hogy a 2019-ben kijelölt úton járunk. Mert mi is kell ahhoz, hogy jó úton járjunk? Mi is kell a céljaink megvalósításához? Először is világos célok megfogalmazása, melyet a Szeretlek Abony végez el. Egyértelmű stratégiai meghatározásra van szükség, melyet Pest vármegyével közösen végeztünk el egy közös projekt kidolgozásában, melynek során elkészült a városunk integrált településfejlesztési stratégiája. A stratégiának megfelelően és időben előkészített tervekre van szüksége. A megvalósításhoz pedig pénzügyi forrás, de ami a kulcs, egy partnerségben dolgozó elkötelezett csapat, és ennek része a városvezetés, a megyei vezetés, az országgyűlési képviselő és a különböző területek, műszaki, pénzügyi területek szakemberei. A 2019-ben megfogalmazott céljaink e következetes munka eredményeként valósulhatnak meg lépésről lépésre, melyek közül már eredményként említhetjük a városrehabilitációs program elindítását, a külterületi utak fejlesztését, a hamarosan induló piasztér korszerűsítést, a belterületi utak fejlesztését, a kúria program elindítását, a sívó kúria és az egészségügyi ellátás fejlesztését, a kormány által közvetlenül támogatott városi fejlesztéseket, de ebbe a sorba tartozik a ma induló energetikai projekt is. Abonyváros önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a terület és területfejlesztési operatív program keretében belül az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra. A projekt fizikai megvalósítása jelenleg a projektnyitó rendezvény szakaszába és a megvalósítás szakaszába lépett. Abonyváros önkormányzatának képviselőtestülete 2023. október 30. napján döntött az épületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséről. A nyílt feltételes közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, ennek nyertese a GK Industri Technológi Kft. Lett. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére bruttó 250 millió forint összegű Európai Uniós és hazai költségvetési támogatás segítségével Abonyváros önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanjai közül a Varga István Városi Sportcsarnok, a Gyöngyszemek Óvoda köztársaság úti telephelye és az önkormányzati tulajdonú Bátori út 2 szám alatt található épület energetikai korszerűsítése valósulhat meg. A Varga István sportcsarnok esetében a tetőszerkezet cseréje mellett megtörténik a hőszigetelt szendvicspanel elemek elhelyezése, a gázfűtés kiváltására egy pelletkazán és az azt kiszolgáló épület és új szellőztetőrendszer kerül kialakításra, valamint megtörténik az épület akadálymentesítése is. Az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda köztársaság utcai telephelye esetében a nyílászáró korszerűsítése,
hőszigetelt nyílászárókra történő cseréje, a födém hőszigetelése, az épület külső határoló falainak hőszigetelése és korszerű hűtő-fűtő klímaberendezések telepítése történik meg. A Báthori utcai szolgáltatóépület határoló falainak belső hőszigetelésére kerül sor a projekt keretén belül. A Széchenyi Tel Plusz program keretében megvalósuló beruházásnak köszönhetően az Abonyváros tulajdonában lévő három épület alacsonyabb energiafelhasználású, fenntarthatóbb, költséghatékonyabb és környezetre káros széndioxid kibocsátás mértékét is csökkentő beruházás lesz. Az elmúlt évek során legalább 20-25, hanem 30-szor hallottam ezt az indulót. Ez azt jelenti, hogy legalább 10-15 projekt indult, és legalább ennyit zártunk az elmúlt 4-5 évben, és én büszke vagyok Abonyra, annál is inkább, mert minden lehetőséged megragad annak érdekében, hogy az elképzelés, ami megfogalmazódott a Szeretlek Abony program keretében, azt minél tökéletesebben, minél nagyobb mértékben meg tudják valósítani. Ez a mai projektindító annál is inkább izgalmas számomra, mert alapvetően gyermekintézményről van szó, iskoláról van szó. Erről a gimnáziumról van szó, és az idejáró többi diákról, akik ezt a sportcsarnokot használják, és nem beszélve a versenysportolókról. Az óvoda felújítása, fejlesztése különösen kedves számomra, hiszen reményeink szerint ugye egyre több gyerek fogja majd igénybe venni az óvodai szolgáltatást, és hát szükség van rá nagyobb mértékben. Tehát örülök annak, és tulajdonképpen az a program, ami itt elindul, a szervesen illeszkedik abba a nagy projektbe, ami Magyarország energetikai megújítását jelenti. Hogy minél kevesebb fosszilis energiát használjunk föl, használjuk ki azokat a mai formákat, ami a napenergiáról szól, ami a hőszivattyúról szól, és egyéb más fűtési módokról. Ezzel egyrészt csökkentjük a széndioxid kibocsátást, ami nagyon fontos, másrészt pedig, mint ahogy polgármester úr is mondta, csökkentjük a működési költséget, ami nem elhanyagolható szempont. A projekt ma tehát hivatalosan is elindult, a korszerűsítési munkák a tervek szerint szeptemberre be is fejeződnek.